következzék Sugár János, a kritikus ellenrendszer Tézeusz hajója című előadás. Közelebb tennéd, az jobb lenne a mikrofonnak. Okay. Közel a szádhoz, közelebb. Még közelebb. Ez így hát szóval az a helyzet, hogy nem lehet kihagyni azt, hogy fantasztikus, hogy 34 éve működik a cseresorozat, és az is egy fantasztikus helyzet, hogy kvázi utolsóként itt szerepelhetek. És az még fantasztikusabb, hogy klasszikus idézek, pszichodelikus szervezés, hogy végül is a két utolsó előadással valami módon így vagy úgy kapcsolatban lennék, vagy kapcsolatban vagyok. Ez a bevezető első rész, a bevezető másik része az, hogy a cím az, hogy kritikus ellenrendszer Tézeusz hajója. A Tézeusz hajóját el lehet olvasni, hogy valaki rákeres a Balkon archívumába, ez egy szöveg, lehet, hogy utalok rá, lehet, hogy nem. Tulajdonképpen egyszerűbb, hogyha ezt elolvas valaki. A másik, hogy amit nem tudtam megmutatni, se tegnap, sem ma, tegnap inkább az én hibámból, ma meg a csúszások miatt, szerettem volna, erre hagytam volna időt, a Litván Gábornak egy 1993-as hamburgi performance-a, a hamburgi Kampmagelen volt ez előadva, és nagyon nagy hatást tett a közönségre, és ez nagyon érdekes lett volna, hogyha tegnapi koncert, tehát a vonos kvartett után ezt látni lehetett volna, mert ez egy bizonyos értelemben az ellenpólusa, ugyanakkor meg természetesen ez az ő művészetének egy másik része. De most akkor maradt, amiről szólni kéne, a kritikus ellenrendszer, és ez egyfajta rendszerelméleti megközelítése a művészetnek, és ez úgy érzem, hogy sokan, ha a Surányék itt vannak rá még, az ő előadásokra is visszacseng. Szóval a helyzet az, hogy ugye a sokáig a művészet, mint fogalom nem is létezett, visszavetítjük azt, amit ma a mai művészet fogalmunkat, hogyha modernizmus előtti időkre gondolunk. Viszont megjelent a modernizmus, ami egy nagyon összetett, komoly folyamat, ugye a kapitalizmus, ami már egy középkor, késő középkori, majd a 19. századi piacgazdaság és az erre épülő, már a 19. század végén a képviselői demokrácia rendszere. És a modernizmus végül is azt jelenti, hogy nincs egy olyan minden, és nem véletlenül, ez nagyon fontos, nincs egy olyan nagy gondolati rendszer, ami mindent meghatározna a művész szerepét is, hanem a felvilágosodás révén szekularizálódott ez a szegmense a kultúrának. És ez azt jelenti, hogy a művész önálló lett. Nem egy mecénás, nem egy megbízó adja a feladatot, hanem önmagát bízza meg. Tehát itt az illetékesség és a felelősség kérdése nagyon fontos. Nyilván más is hozzájárult ehhez, tehát például az, hogy föltárták a tubusos olajfestéket, amiben sokkal egyszerűbb lett a festés. Gyakorlatilag dilettánsok is tudtak és tudnak azóta is festeni, és egyébként ez gazdagítja a művészetet.
És a másik az, hogy megjelent a technikai képkészítés, ami szintén egy nagyon érdekes hatásra volt a művészetre. A művészet természetesen, mind a mai napig sokak számára csak festészetet jelent. Tehát, hogy a látványú ábrázolás már nem egy olyan kritérium, amit egy művésznek okvetően teljesítenie kell, plusz az az individualizmus, ami, és itt ez nagyon fontos, hogy ez nem véletlen, tehát nem valami gonosz erő erőltette ránk ezt, hanem ezt mi magunk, tehát annak az igenlésnek a szellemében, mondjuk egy picit indirekt módon, mint amit a Sorány Laci említett, tehát ebben maximálisan benne vagyunk. Tehát nagyon inadekvált szerintem ezt anélkül kritizálni, hogy a saját, vagy egyáltalán inadekvált kritizálni ezt, mert ez egy olyan realitás, ami nagyon sok szállal kötődik azért a valósághoz is ahhoz, hogy hogyan élünk. Most a modernizmus esetében ugye az is nagyon fontos, hogy megjelenik egy új közönség, és a művésznek, és megjelenik egy művészeti, mondjuk azt, infrastruktúra, keretrendszer, hiszen a művész már egy a különböző jellegű kreatív vagy nem kreatív termelők között, tehát kialakul az az infrastruktúra, ami nagyon sokszínű és nagyon sok szereplője van, ami a galériástól a művészeti íróig, és ezt most nem részletezem, tehát ez így együttműködik. És mit csinál ez az infrastruktúra? És itt válik a dolog nagyon érdekessé, és itt kezd a dolog egy rendszerelméleti vonást fölvenni. Ez az infrastruktúra azt teszi lehetővé, hogy a művész a maximálisan közízléstől, közfelfogástól, úgy tetszik az érthetőségtől, maximálisan legtávolabb mehessen. Ne legyen érthető azonnal, ne legyen transzparens. És ez különösen most, amikor ugye, hogy Kotányi Attilát idézem, fogyasztók, proletárok vagyunk, és a fogyasztók, proletárnak a legnagyobb krízis vagy frusztráció, hogy valamit nem ért. Tehát minden, ami fogyasztással van előkészítve, az érthető, easy and light, gyorsan fogyasztható, tehát még azt a 5 másodperces tétovázás sem szabad megengedni, ami hogyha mondjuk egy hirtelen egy más dizájnra van a valamelyik árunak, a csomagolásának, és akkor elbizonytalanunk. Nem, ilyen nincs. Tehát a művészet önálló, vagy a mondjuk azt szuverenitás és autonómia azzal alakul ki, hogy megjelenik egy intézményrendszer, kialakul egy intézményrendszer, ami lehetővé teszi, hogy a művész minél távolabb menjen az előbb említett közgondolkodástól, közízléstől, közfelfogástól. Tehát valóban olyasmit csináljon, amit nem lehet az elsőre megérteni, ami nem transzparens, nem könnyen befogadható, mert ez a dolog lényege. És nem az a lényege, és nem azért ez a lényege, hogy a művészet így szép, hanem pontosan a munkamegosztás végtelenül kifinult modernista rendszerében, amivel óriási nagy hagyományok vannak, a művészet egyfajta tréning, amivel a társadalom, vagy a közösség a túlélési képességeit edzi és gyakorolja. Tehát, hogyha van valami, amitről garantáltan tudom, hogy nem értem, és valamilyen úton módon, például az infrastruktúra, vagy a háttér, vagy az intézményrendszer segítségével el tudok jutni a nem értéstől, a félreértésen át az értésig, ez egy hatalmas élmény. És az még tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, ha a tortán, hogy itt van egy műtárgy, amit lehet szeretni, amihez lehet individuálisan kötődni, adott esetben birtokolni lehet, haza lehet vinni, nézni lehet, föl lehet akasztani a falra, és a többi. De a lényeg az, hogy ezzel az élménnyel valaki minél többször és minél tágabb körben találkozzon. Azzal, hogy jön velem szemben valami, amit nem értek,
és rávezetnek arra, vagy rávezetem magamat jó esetben, későbbiekben mindenképpen, hogyha ezt megtanulom, hogy mik azok a technikák, például a radikális interpretáció, vagy a félreértés technikája, hogy eljussak a nem értéstől az értésig. Mert arról van szó, hogy valaki ezt megtapasztalja, akkor tulajdonképpen nem az az érdekes, hogy műtárgyakat meg fog érteni, mert az mindig is egy nagyon személyes és egy nagyon intim ügy, hogy kapcsolatot alakítsak ki egy modern értelmevett műtárgyal, hanem az, hogy ha legközelebb egy problémával találkozik, vagy egy olyan dologgal találkozik, hogy lehet egy másik ember, de lehet egy helyzet, aminek úgy érzi, amit úgy érez, amiről kapcsolatban úgy érzi, hogy nem érti, nem tudja megközelíteni, akkor mondjuk nem ütni fog, vagy nem hátat fordítani fog, hanem előhozza azt az élményt, azt a tapasztalatot, amit a művészet fogyasztása során megszerzett, és ezáltal képes lesz olyan problémák megoldására is, amikre nem tud fölkészülni. Ezt én már 30 évvel ezelőtt is, mert kb. Akkor olvastam ezt a példát, hogy most el fogok mondani, ezt elmondtam, hogy például az amerikai űrhajósok első generációnak a kiválasztásakor rendkívül fontos szerepet játszott, hogy ezek kreatív emberek legyenek. Kreatív emberek, mert egy olyan helyzetben lesznek, amit lehet modellezni, meg számítani, meg gondolkodni rajta, meg kipróbálni, meg tesztelni, stb. De ezért alapvetően egy olyan helyzet, amiről senkinek semmi első kézből való tapasztalata nincs, tehát elképzelhető, hogy találkoznak olyan szituációkkal, amit nem tudnak az addigi tanulmányaik és fölkészülés alapján megoldani. Kénytelenek kreatívak lenni. Kénytelenek lesznek használni kreativitásen. Nagyon tartozik, nem tudom kihagyni, hogy ezzel szemben a szovjet űrhajósok képzése teljesen más mederben folyt. Ott igazából az űrhajók szinte maximálisan automatikusak voltak, és nem volt lehetőség arra, hogy az űrhajóban ülő űrhajós, ha úgy tetszik, átvegye a kezelését az űrhajó eszközeinek. Tehát akkor ezt tovább gondolva, ugye a társadalmi együttműködésnek, munkamegosztásnak van egy nagy rendszere, egy hihetetlen kifinomult nagy rendszere, ami nagyjából a jelent, az aktuálisat, a praktikusat kezeli, azt a realitást, amit mi praktikus mindennapi realitásnak nevezünk. És a művészet, a modern művészet ebben a rendszerben egy ellenrendszert képvisel, egy olyan ellenrendszer, amiben a törvények mások, mint a nagy rendszerben. Tehát a másképp gondolás rendszerét, a laterális gondolkodás rendszerét, egy olyan rendszert, ami problémákat okoz. Azzal segíti a nagy rendszert, és ez a rendszerelméleti, hogy mondjam, működés a dolognak, hogy ugye akkor működőképes igazából egy rendszer, hogyha magán belül lehetővé teszi, vagy megoldja a másképp gondolkodásnak a rendszer szintű gyakorlását. És a művészet, a kultúra az ellenmondásos ellenrendszer, amit igazából az jellemez, hogy ellentétben a nagy rendszerre, aminek a része, itt nincs transzparencia, hanem itt valami más van. Ezt lehet a művészeti szabadságnak tekinteni, lehet a komplexitásból eredő ellentmondásnak. A lényeg az, hogy ha ez az ellenrendszer nem tud működni, akkor a nagy rendszer egy idő után behal, meghal, lebénul, mert elveszti azt a képességét, hogy előre nem látható problémákat hogyan oldjon meg. És a dolog
annak az aktualitása az, hogy különböző módokon a művészetnek ezt az ellenrendszer jellegét próbálják gyengíteni. Egyrészt ugye a illiberális autokrácia nevében, ami mindenfajta kritikát, kritikus hozzáállást, tehát a másik gondolkodást. Tehát ugye az ellenrendszer az pont azzal támogatja a nagy rendszert, hogy ott lehet másképp gondolkodni. Mert csak úgy tudunk megoldani olyan dolgokat, amikre nem vagyunk fölkészülve, hogyha ki tudunk lépni az adott gondolkodási sémákból, és váltani tudunk valami egy másikra. Tehát ez egy nagyon jellemző, hogy ilyenkor általában a kreativitást szokták előhozni. A kreativitás használata, ami mondjuk a magyar vagy a kreatúrkai hagyomány, az egyfajta taktikus használat volt, mert ugye föl lehetett ismerni, hogy egy cenzurális, diktatúrikus viszony közepette, ha nincs az a buta politikus, aki valamiképpen a kreativitást bemerni tiltani, mert hát közre egy tárgyává válik. Tehát a kreativitás egyfajta, ilyen szabad mozgást, vagy egy támadhatatlanságot biztosított, természetesen fontos dolog, de az még fontosabb ezeket, vagy ezt, vagy az, amit a kreativitás jelentett, ezt pontosan a saját korunk számára újra tudjuk fogalmazni. Itt a kreativitás mellett helyett, hogy a kreativitást pláne most, és ez a másik oka, hogy ez a rendszer-szisztéma miért gyengül, egy teljesen más módon a úgynevezett kreatív ipar nevében a politika igyekszik átpozicionálni egy olyan irányba, ahol a kreativitást kvázi áruba kell bocsájtani, tehát mint hogy egy megrendelő megrendelését teljesíteni. Ezt Magyarországon nyilván látjuk, hogy ezt egy nagyon naív és egyfajta ilyen nem kritikus és esztétizáló irányba szeretnék látni. A nem magyar gyakorlat az azért egy picit érdekesebb, mert például a nagyon fontos társadalmi, szociális érzékenység, public art tevékenység is a kreatív ipar kategóriájába kerül. Természetesen nem ez a legnagyobb szegmens, vagy legnagyobb arányú rész ezen belül, de a dolog, ez a koncepció, a kreatív ipar koncepció mindenképpen szóval semmiképpen sem egy progresszív gondolat. Na most az egésznek ugye az a problémája, vagy az a fő probléma most, hogy nem csak ezek a különböző politikai és egyéb változások azok, amik megbontják ezt a fajta nagyrendszer és kritikus ellenrendszer együttműködését, hanem egy másik jelenség az a, úgymond, a válság, a gazdasági válság, a környezeti válság, sok mindenféle válság, és az a válság, ami a kapitalizmus jelenlegi formájának a működéséből ered. Hogy ez világos legyen, az rögtön hozzátenni, hogy a kapitalizmus egy dolgot, tehát akkor nincs válság, a klasszikus kapitalizmus értelemben, amikor van növekedés. Csak hát ugye 1972 óta már sokan tudják, de igazából csak most kezdenek jobban rájönni az emberek, a növekedésnek is van határai, tehát elértük a növekedésnek a természeti limitjeit, leginkább szemetet és környezeti károkat termelünk, és a többi. Tehát, hogy a legfőbb eleme a kapitalizmusnak, a növekedésnek nem tartható. És a növekedés az egyfajta jövőirányultság, fejlődés, az új mindig jobb,
értelemben, és most itt egy nem zárójeles, csak egy közbeszúrás. Az újjal kapcsolatban javasolnám mindenkinek a Exit Indexen található Bora Gábor utóirat egy jövő című szövegének az elolvasását. Ugye ezt azért ajánlom, mert sokan élni szoktak azzal a kézenfekvő retorikus fordulattal, hogy az egykori új után mindig jön egy még újabb, és még újabb, és még újabb, és mennyire nevetséges ez az újat hajhászó, nem tudom én, akár mondjuk avantgárd mentalitás. Ami abban a szempontból téves, hogy itt nem erről van szó, hanem az avantgárd esetében a jövővel való érintkezés a fontos. És azt látjuk, mint fogyasztók, proletárok újnak, mert ahhoz vagyunk hozzászokva. De visszatérve a kapitalizmusra, mit jelent a növekedés? A növekedés az pontosan az újnak a görcse, vagy az újjal kapcsolatos különböző elvárások. És a kérdés az, a kapitalizmusnak ez a eleme, tehát a növekedés szükségszerűsége. A növekedés egyébként nem csak az újban jelenik meg, hanem mindenben, ami ezzel kapcsolatos, tehát például a hitelezésben. Mert ugye a hitelnek a logikája az, hogy most adok valakinek valamit, amit ő a jövőben vissza fog fizetni, mert növekedni fog közben. És a kérdés az, hogy ez a szép rendszer, nagy rendszer és ellenrendszer. És ugye az ellenrendszer esetében azt már elmondtam, hogy az maximálisan az intézményi rendszerrel együtt működik, tehát ezt rengetegszer mondják, és valószínűleg is, hogy csak a műkereskedelem számára létezik individuális, egyszemélyes művész, igazából a művészeti, kortárs művészeti tevékenység az egy, úgy tetszik, csapatjáték, vagy az intézményes keretrendszernek az együttműködése, vagy nagyon sok fontos szerepet betöltő és fontos szerepet játszó szereplő van. Most a kérdés az, hogyha kihúzzuk a nagy rendszer, vagy nem kihúzzuk, megszűnik a nagy rendszernek az a tulajdonsága, a növekedés, ami számtalan módon átitatta a mindennapjainkat, tehát nem csak a gazdaságot. Tehát a személyes, az emberi kapcsolatokon belül is, és minden más területen hogy itt előre megyünk, és hogyha megáll ez az előremenetel, akkor egy krízis van. De ez tudta föntartani az intézményrendszer. Ez adta azt az alapot, hogy ez az intézményrendszer, a túlinterpretációnak az intézményrendszer, hogy a túlinterpretáció az a nemértés, félreértés, értés útvonalon az egyik legfontosabb technika, gyakorlat. És vannak, akik ezt csak lojalitással tudják elképzelni, vannak, akik nem, és itt is a Surányiék eladása kapcsán sok idevágó gondolatot hallottam. De most a lényeg az, hogy ha ez az eleme a nagy rendszernek megszűnik a növekedés, és ezáltal mindaz, amit a növekedés jelentett, mit jelentett még? Ez hatékonyságot jelentett. Én szerintem a hatékonyság az az igazi drog, ami a mi korunkra igazából jellemző. Szóval, amikor mi van akkor, hogy ez a hatékonyság megborul, és nincs már. Nincs az a hatékonyság, ami működtetni tudná ezeket az intézményeket, ha úgy tetszik, nincs az a pénz, nincs az a politikai akarat, nincs az az igény. És akkor hogy fog működni az az ellenrendszer, ami a nagy rendszer működését, pontosan a laterális gondolkodás, a másik gondolkodás, a kritikus gondolkodás révén tudja segíteni.
És tulajdonképpen ez a kérdés, és erre nem tudom a választ, ezen kell gondolkodni. Tehát, hogy fölolvasom az utolsó bekezdést, a kapitalizmus logikáját átvéve épült ki az intézményrendszer, amely támogatja a művészet önreflexív alapkutatását, és ezt az intézményrendszert alakítják populista, demagóg módon mindenütt a világon, például a Creative Industry nevében. Az intézményrendszer gyengülésével a rendszer, a nagy rendszer probléma megoldó képessége gyengül. Mivel a modern kortárs művészet vagy elit művészet is a kapitalizmus elveire, azaz akkumulációs növekedés épül, mi lesz, ha az alaprendszer, azaz kapitalizmus készülően átalakul? Ez az átalakulás ugye ez egy nagyon optimista szenárió, mert közgazdaságilag elképzelhető és létezhet a nem növekedés, decroissance, no growth economy, ami szerintem a mikorunknak a túlélése túl a legizgalmasabb kérdése, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Tehát egy olyan piacgazdaságot, képviseleti demokráciával megtámogatott piacgazdaságot, ami nem a növekedésre épül. Na de milyen más modellek képzelhetőek el? El tudunk-e képzelni más modellt? Tehát amikor egyszerűen meg fog szakadni az a, vagy nem szakad, kivitelezhetetlen, Magyarországon már praktikusan ez így van, ez a műterem, művész műterem, galéria, múzeum, műkereskedés. És abszolút nem a commerce nevében, szerintem nagyon nehéz a művészetet kommercializálni, mert mindig is tartalmaz egy metafizikai elemet, és ez mindig is a befogadótól függ. Tehát megint csak a túlinterpretációval, az interpretáció, a reflexió fontosságát szeretném ezzel aláhúzni. Tehát nem ez a probléma, hanem az, hogy ha ezek a befogadás segítő intézmények eltűnnek, és intézmény alatt nagyon sok mindent lehet érteni, tehát mondom, a művészet írótól, egy újságcikktől egy valódi intézményig, akkor valahogy visszatérünk egy nagyon személyes és nagyon intim, lehet, hogy egy sokkal bensőségesebb helyzetbe, de a kérdés az, hogy fog ebből kilépni az a tudás, ami pont a nemértéstől, valaminek a nemértésétől, valaminek a megértéséig tart, és honnan fogjuk ezt az élményt beszerezni. Tehát honnan fogja a krízis, a válság átlagembere azt a tapasztalatot megszerezni, hogyha nem ért valamit azonnal, tehát nem azonnal íz és light és fogyasztható és transzparens a végtelenségig, hogy akkor ne ökölbe szoruljon a keze, hanem hogy elkezdjen gondolkodni. Tulajdonképpen még ennyit is akartam mondani, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és mondom, a végtelenség megható a cselesorozatnak a működése. Bármint egy ilyen gesztus szerűen 34 év után és 15 fesszer után ez újból létezik. Ezt is Bocsáss meg, ez körülbelül a 40. fesztiválunk. Ezt is igazából ennek a jelenségkörnek az egyik állomásnak tartom, mert hogyha megszűnnek, nem tudnak működni a nagy intézmények, formálisan működnek, kiürülten működnek, akkor ezek a furcsa hibrid állapotok jelennek meg, ami maga a műszín is egyfelől, ugye ez egy aktuális, friss változata reakció, és maga a cseresorozat, ami egy teljesen más, világkép, vagy egy világhelyzetben született, ugye a 80-as évek másik felében, és most a cseresorozat megjelenik a 2010-es évek második felében, egy teljesen más önhelyzetben, vagy mindenképpen egy teljesen más helyzetben, de mégis furcsa módon van valami aktualitása, illetve abszolút adekvát ahhoz, hogy a kultúra terjesztésében, fogyasztásában, működtetésében
új formákat keresünk. És ez lehet, hogy korábbi fogalmak, elit művészet, nem tudom, stb. Eltűnéséhez vezet. Nyilván, hát kerüljük nagy szavakat, én szerintem paralel folyamatok vannak, de ez már egy másik téma, vagy ennek egy folytatása. Úgyhogy akkor szerintem zárjuk le a 15. Igen, de ez kb. A 40. fesztivál. Kb. A 40. fesztivál, a 15. akármi, és...